Potápi Árpád János államtitkár Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője emlékére néma tiszteletadással és gyertyagyújtással kezdődött Latorcai Csaba, közigazgatási és területfejlesztési miniszter helyettes Szekszárdi előadása. A téma a versenyképes járások területfejlesztési program volt, melyet a kormány 2025. januárjában indít el. A kormány szándékai szerint 2024-ről 2025-re iparűzési adó többletet vissza kívánja adni a járási szintű fejlesztések finanszírozására. A célunk az, hogy ezek az iparűzési adó többletek olyan fejlesztésben öltsenek testet, ami nem csupán egy településnek, hanem a járás minél több lehetőség szerint minden település számára hozzanak hasznot. A járások által pályázható forrás összege a kalkulációk szerint 65 milliárd forint lesz. A kormány minden járásnak legalább 250 millió forintnyi támogatást garantál. Ez azért van, mert nagyon sok esetben, így például itt Tolna vármegyében is, hogyha megnézzük az egyes járásokat, bizony a helyi iparűzési adó növekmény nem érné el járási szinten a 250 millió forintot. Ezt a kormány minden járás esetében legalább 250 millió forintra kiegészíti. Legalább 250 millió forintos keretre pályázhat minden járás, a vármegyeszékhelyi központú járások esetében ez az összeg 500 millió forintot jelent. Tolna vármegyében mindösszesen 900 millió forintnyi iparűzési adó növekménnyel kalkulálunk 2025-ben, ehelyett a kormány mintegy 2 milliárd forintot, konkrétan 1 milliárd 952 millió forintot biztosít járási célú fejlesztésekre. A projekt kidolgozására és a pályáztatás menetének lebonyolítására úgynevezett járási fejlesztési fórumok jönnek létre. Ezek vezetői a járás székhelyi polgármesterek lesznek, tagjai pedig az önkormányzati hivatallal rendelkező települések polgármesterei. Az előadást követően a megjelent polgármesterek kérdezhettek a miniszter helyettestől. Többek szerint a programot jobban át kéne gondolni, a települések közötti összefogás nem fog gördülékenyen működni, a fejlesztésekre vonatkozó döntéshozatal nehézkes lesz.